egy nap volt. Vége nincs úgy, apróra váltott, de végre a múlt. A lámpát. Szakmailag, tehát szövegírásban nem lehet befolyásolni semmilyen módon. Mindig ő az első, akinek megmutatom a szövegeket. És bizony, hogyha van észrevétel, azt figyelembe veszem. A Magdiról, a feleségemről beszélünk most. Nem befolyásol ő sem. Hanem, hogyha úgy gondolom, hogy igaza van, akkor hallgatok rá. De azért neki is inkább megmagyarázom, hogy én azt miért úgy írtam, és mire gondoltam közben. És inkább én győzöm meg őt olyankor. Ahhoz, hogy én saját magam tudjak olyan helyzetet teremteni, olyan állapotba hozni magam, hogy tudjak írni, ahhoz természetesen a hátországot ő tartja meg. Én nekem akkor kell, hogy eszembe jusson valami, amikor lemezt készítünk és írnom kell, és ehhez bizony egy hetekig tartó trenírozási folyamat vezet, hogy egyáltalán olyan állapotba tudjak kerülni, hogy le tudjak ülni és tudjak sorokat írni egymás alá. És erre lehet, hogy egy hatalmas csavargás a városban, lehet, hogy egy dunaparti séta, lehet, hogy egy liter viszki, a fene tudja, hogy mi az, ami mindig az adott állapotomban tudom, hogy mi kell ahhoz, hogy alkotóképes helyzetbe kerüljek. Viszont, amikor eljön ez a pillanat, akkor minthogyha az agyamban valami átkattanna, akkor én már nem ezen a világon vagyok, akkor minthogyha egy dimenzióugrás lenne, egészen egyszerűen nem veszek tudomást a környezetről. És a feleségem, aki ugye már közel 30 éve mellettem van, az már a szememmel látja, hogy mikor érkezik ez a pillanat. Lehet, hogy éppen beszélgetünk, és egy mondat közben történik ez meg, és látja, pontosan a szememmel látja, hogy a mondatot eddig még értettem, innentől kezdve ne folytassa, mert már úgysem hallom, mert nem itt vagyok. Ez egy nagyon-nagyon érdekes tudatállapot, amikor folyamatosan tudok már írni. Tehát akkor az már ilyen szinte automatikus írás, ami ezután jön. És utána, amikor pontot teszek egy dalszövegnek a végére, akkor utána nagyon gyorsan ki kell józanodni, aludni kell rá egyet, és másnap nagyon józanul, nagyon önkritikusan, magamhoz nagyon szigorúan, át kell olvasni az egészet, és a munka nagy része akkor kezdődik, mert akkor kell utána járnom, hogy pontosan ezt akartam-e mondani, pontosan így gondoltam-e, ezekkel a mondatokkal, ezekkel a szavakkal akartam-e én azt kifejezni, és akkor kezdődik a farigcsálás, amikor bíbelődöm a szavakkal, és cserélgetem, és rakosgatom, és amikor ezután azt mondom, hogy na, ez így most jó, akkor van készen a dal. Szeretni még egyszer aggódva ülni az ágyadon, simogatni a homlokod, míg lassan kívül... Nem látta szemétől? Mikor Kartágó ideiglenesen föloszlott, meg nehéz idők voltak, akkor megtaláltuk egymást a Lajos, Som Lajossal, akkor borult föl a piramis is. Ez egy külön műsort megérne, hogy mitől volt az, hogy hirtelen egyszerre oszlott fel az összes súlyos, jelentős rockzenekar, hogy ennek mi volt ebben a direkt külső munka, vagy hogy mondjam, a hatalom munkája. Mindjárt ez oda tartozik, és akkor a Lajos hozott össze egy zenekart, és a Lajos automatikusan hozta az Attilát magával, mert hogy a piramisba is az Attila írt, és piramis meg nem létezett, úgyhogy hozta az Attilát magával, tehát ez így alakult, nem én kerestem föl az Attilát, hogy írjon. Viszont rettenetesen megtisztelő. Egyrészt megtisztelő volt, mert ismertem a munkásságát, mert mint mondottam volt, én szeretem a jó szövegeket, tehát én úgy gondolom, hogy csak úgy tudsz versenyezni egy Michael Jacksonnal, hogy téged értenek. Tehát értik, hogy te mit énekelsz. Amit ő énekel, azt nem értik. És ezért nagyon fontos a szöveg. Azt mondja, hogy nem szokta hagyni, hogy beleszóljanak. Lehet, hogy a készműben már nem, de nagyon együtt dolgoztunk. Tehát én nem is tudom, én egy kis tukó kis hunédzser voltam,
de ő meg figyelte az agyamat. 10 év után egyszer találkoztunk a vonaton, és én épp írtam az új Dirty Blues Band lemezt, és mondtam, hogy Attila, ha egy nótát elejérsz, akkor azt mondja, írjad. Őzé, fut a vonat, fut a világ, mert vonaton ültünk. Hát mondom, ez nekem is eszembe jutott, aztán idáig jutottunk, mert aztán sörözni kezdtünk. Munkában elakadok, volt már rá nem egyszer példa, hogy József Attila kötetet lapozgatni kezdtem, és egyszer csak jött valamilyen sugallat. Egyszer csak jött egy pillanat, amikor elkezdett működni az, ami esetleg napokig, hetekig előtte nem működött, mert megakadtam. Volt egy nagyon-nagyon érdekes, konkrét példa erre. Nagyon-nagyon killódtam egy nótával, és nagyon-nagyon nem akart működni sehogy sem. És azt mondtam, hogy hát akkor ezt most abba hagyom, és olvasgatok egy pár verset. És elővettem a József Attila kötetet, és eszembe jutott, hogy de kimegyek, egy kávét csinálok magamnak előbb. Visszaülök, és akkor majd kezembe veszem a kötetet. Olyan kötetem van, József Attila összes, amin egy nagy portré van a borítón. És úgy nézett velem szembe. És mondtam, bocsánat, de elfelejtettem, hogy elfogyott a cigarettám, azért is ki kell menni, mindjárt jövök és olvasgatok. Aztán mit tudom én, éhes lettem, aztán pisilni kellett, nem tudom, úgy valahogy nem jutottam el odáig, hogy elővegyem a könyvet. És a végén, amikor már minden úgy rendben volt körülöttem, és leültem, és hátradőltem, és fel akartam venni a könyvet, akkor egyszer csak nem a könyvet, hanem a tollat vettem a kezembe, és elkezdtem írni folyamatosan. Azt, ami a hetekig nem akart sikerülni. És oda néztem a könyvre, és nézett velem szembe József Attila, és úgy odaszóltam neki, hogy most mi van, most diktálsz? Megpróbálom magam körül, és ebben megint a családnak, barátoknak, cimboráknak, haveroknak óriási szerepe van. Megpróbálom magam olyan emberekkel körülvenni, hogy ez a barátságtalan világ legalábbis abban a szűk körben, amiben én létezem, ne érvényesülhessen. 2. jubileumi koncertet szervezünk, április 27-én este a Papp László Sport Arénában 19 órakor. 2. jubileum, mert 60 éves lettem az idén, és pontosan 40 éve vagyok dalszövegíró. 40 éve dolgozom a rockzenében szövegíróként. 1972-ben a Taurus zenekar volt számomra az első, és az első lemezem akkor jelent meg, tehát innen számolom én a szövegírói pályafutásom. És ennek a két eseménynek, illetve két évfordulónak a megünneplése történik ezen a hatalmas koncerten, ahol én összegyűjtöttem, egy színpadra szeretném szólítani egy estére mindazokat, akikkel én a négy évtized alatt együtt dolgoztam, baráti kapcsolatban is voltunk. Természetesen nem tudtam mindenkit a színpadra szólítani, csak azokat, akikkel tényleg közeli kapcsolatban voltunk és hosszú távon dolgoztunk együtt. Ugye a Fecó 60, és Attila mondta, hogy ő még attól messze van. Ez volt tavaly, novemberben volt a Fecó buli? És akkor belém jött, hogy hoppá, nem csak jönne messze, január. És akkor végigpörgött bennem, hogy piramis buli, Charlie buli, Fecó buli, Korál buli, és a végén bemutatják az Attilát. Közben mindenkinek a szövegeit Attila írta, és mi lenne egy olyan este, amikor csak olyan dalok hangzanak el, amit az Attila írt. Mondjuk ott is ezeken a koncerteken így működik a dolog, de mi van akkor, hogyha ez úgy egységesen elhangzik, és onnét jött az ötlet, hogy akkor kéne egy ilyet összehozni, ha már ő is betölti a 60-at? A zenei oldalt az Ávodi Gabi fogja át, a technikai oldalt a Doszpod Józsi, tehát mindenhova megvannak az emberek, akik foglalkoznak vele, méghozzá nagyon profin. Hál' Istennek mindenki boldogan az első szóra vállalta, sőt, örömmel. Van a bulin, a 27-ei bulin, van egy alapzenekar, tehát lesz több zenekar, nyilván akik föllépnek, mint egész, mint száz folk, meg ilyesmi, de van egy alapzenekar, aki a szólistákat kíséri. Mondjam a nevüket? Závodi Gabi billentyűzik, a Kocsándi Miki dobol, Maroti Zoli gitározik, akivel az Ízbe dolgoztam, és a basszusgitárossal, Vörös Gabi vele még sose dolgoztam, azért nem tudtam. Na, és van egy ilyen alapzenekar, és mindenki velük lép föl. Tehát ott a sztárok pedig, a sztárok meg jönnek, mennek. Nézz, nézz az itt elég.